Következő előadásunkban a naplózási szabályzatról, a logkezelés alapjairól fogunk beszélni, ahol áttekintjük, hogy milyen feladatok is jelentkeznek napi szinten a logolással, logmenedzsmenttel, naplózással kapcsolatban. Ahogy a korábbi előadásban már végignéztük, mind az információbiztonsági törvény, a 2013 évi 50-es számú törvény, mind pedig a GDPR nagyon nagy fontosságot tulajdonít a logolásnak, a naplózásnak, többek között, mint az incidens kezelés alapjának, illetve az incidens észlelés egyik alapvető fontosságú megoldásának. A 41/2015-ös BM rendelet pedig szigorúan és nagyon jól követhetően meghatározza, hogy mi mindent kell teljesíteni. Természetesen ezek a követelmények ezek nem a levegőből jönnek, hiszen a 41/2015-ös amerikai mintát vett alapul az NIST-SP 853-as Revision 4 dokumentum alapján készült el, de mind-mind visszavezethető egy ősforrásra, az ISO 27000-es szabványcsaládra, és ezen belül is az ISO 27002-es szabványban leírt követelményekre. Amikor tehát az információbiztonság területén naplózást kell megvalósítanunk, akkor gyakorlatilag minden egyes jogszabályi, illetve szabványkövetelmény nagyjából hasonló követelményeket fog támasztani. Innentől kezdve, hogyha egy egységes naplózási szabályzatot alakítunk ki a szervezetünkön belül, akkor jó eséllyel mindenféle szabályozási compliance követelménynek eleget tudunk tenni. Amikor naplózási szabályzatot hozunk létre, akkor pedig több olyan szempont van, amit érdemes megfontolni. A jelen dokumentum ezt próbálja, a jelen előadás ezt próbálja meg összefoglalni. Kezdjük is rögtön az elején. Mi is az első és legfontosabb feladat a naplózási szabályzatban? Hát az üzemeltetési feladatoknak az azonosítása. Ugyanis, hogyha nincsenek leírva pontosan azok a követelmények, amik a napló menedzsment rendszerrel kapcsolatosak, akkor természetesen az üzemeltetésért felelős különböző szerepkörök nem fogják tudni végrehajtani ezeket. Mint minden egyes folyamatnak az információbiztonsági irányítási rendszerben, ennek is kell tehát egy írásos formátumban megőrizni a követelményeket, hiszen végrehajtók jönnek, végrehajtók mennek, szervezet változik, viszont a kiadott és leírt folyamatok, ezek állandóak kell, hogy legyenek ahhoz, hogy a folyamatos információbiztonság megvalósulhasson. Ebben az üzemeltetési feladatokat tartalmazó követelmény listában tartozik minden, ami a naplózás teljes életciklusára vonatkozik, tehát beletartozik az, hogy a napló forrásokat hogyan, milyen módon kell beállítani, hogy ezeket hogyan kell gyűjteni, hogyan kell az elemzést végrehajtani. Ide tartozik az incidens menedzsmenttel kapcsolatos lépéseknek a köre is, a reagáláshoz azonosított eseményekre, illetve hogy hogyan kell ezeket hosszú távon megőrizni, amikor pedig nincsen rá szükség, hogyan kell megsemmisíteni. Ne feledjük, a log, a napló, a biztonsági adat gyakorlatilag pontosan ugyanolyan digitálisan tárolt információnak minősül, mint bármi más a rendszerünkben. Rengeteg érzékeny információ található meg ezekben a logokban, éppen ezért ezt is életciklusban a keletkezéstől egészen a megsemmisítésig kell figyelembe vennünk és kezelnünk. Az első lépés tehát a naplóforrások beállítása. Naplóforrás lehet gyakorlatilag bármi, ami biztonságilag releváns információt tud adni. Talán újra érdemes hangsúlyozni, hogy a logok és a naplók helyett ma már inkább biztonsági adatokról beszélünk, és a logok és naplógyűjtés helyett biztonsági nagy adatról, big data-ról, adattavakról, data lake-ekről beszélünk. A lényeg az az, hogy minél nagyobb mennyiségben álljon rendelkezésre az az információforrás, amiből ki tudjuk szűrni az anomáliákat, ki tudjuk szűrni a problémákat, illetve a későbbiekben meg tudjuk határozni azokat a forrás okokat, illetve felelősöket, akik miatt az adott biztonsági probléma létrejött és keletkezett. Ennek megfelelően a naplóforrások beállítása rendkívül fontos, és ezt nyilvánvalóan az információbiztonsági csapat nem fogja tudni egyedül megtenni, ez egy közös feladat a rendszerek üzemeltetőivel. A követelményeket viszont az információbiztonsági felelősnek kell meghatároznia. Ebbe a meghatározásba beletartozik az is, hogy mik azok a kiemelt rendszerek, mi azok a kiemelten fontos rendszerek, melyekből a napló adatoknak jönniük kell, mi az a tartalom, amit a bejegyzéseknek mindenképpen tartalmazniuk kell, illetve ezeket mennyi ideig kell megtartani.
Jellemzően ez egy hosszas tervezést igénylő feladat, melyhez ismerni kell az elektronikus információs rendszerek teljes körét, melyben nyilván az IBTV által támasztott követelmények sokban tudnak segíteni, és ehhez vissza lehet nyúlni, mint egy forráshoz, és meg kell tekinteni, hogy milyen lehetséges napló, illetve biztonsági adatgenerálási képességek vannak ezekben a rendszerekben. De minden forrásnak kötelező természetesen naplóznia. Vannak olyanok, amelyeknek a logforrásai nem feltétlenül járulnak hozzá a teljes kép összeállításához. Ezt minden esetben egyedileg kell eldönteni. Amennyiben az a helyzet áll elő, hogy egy helyre naplóznak a források, tipikusan az operációs rendszerekben azért egy helyi logforrásra történik a log generálása, akkor ebben az esetben meg kell határozni, hogy mi lesz ebből az érdekes, milyen módon kell szűrni, milyen módon kell filtrálni ezeket az eseményeket, és mi legyen az, ami a központi logelemzőbe belemegy. Természetesen a helyben tárolt logok is értékesek lehetnek, tehát nem azt jelenti, hogy ezeket el kell dobni, de föl kell mérni, hogy mi a hasznos és mi a kevésbé hasznos, egyáltalán, hogy a rengeteg logból mi az, ami biztonságira releváns, és mi az, ami az üzemeltetésnek fontos. Ennek megfelelően ugye a logoknak két forrását szoktuk meghatározni, a biztonsági logokat és az üzemeltetési logokat. A mi szempontunkból jelen pillanatban csak a biztonsági napló állományok azok, melyek fontosnak minősülnek. Hogyha beállítottuk a log generálását, akkor pedig észre fogjuk venni, hogy a log források számtalan eseményt képesek generálni és elküldeni. Ez jellemzően túlságosan sok, ennek megfelelően az első időszakban a fő feladatunk az lesz, hogy ezeket valamilyen módon elkezdjük szűrni, redukálni, finom hangolni, megtaláljuk azokat a beállításokat, melyek segítségével a teljes képet fogjuk látni, úgy, hogy emellett nem terheljük túl sem a rendszerünket, sem pedig saját humán feldolgozási képességeinket. Tipikus példa szokott lenni, mondjuk az, hogyha egy adatbázis kezelő rendszerben beállítjuk a maximális logolást, az anekdoták szerint, hogyha ezt megtesszük, akkor a rendszer mindent fog csinálni, csak éppen adatbázist kezelni nem, hiszen az erőforrások el fognak menni az adatbázis kezelésben végrehajtandó egyes tevékenységek naplózására. Tehát meg kell találni azt a kényes egyensúlyt, amikor a biztonság nem megy a produktivitás kárára. Ez egyébként minden területen így szokott lenni. Végig kell gondolni azt is, hogy hogyan fogjuk tudni kezelni az adatvesztéseket, hiszen hogyha nincs log, akkor nincs információnk, és ne felejtsük el, egy támadás során az egyik első és legfontosabb lépés az, hogy a naplózás megszűnjön, a támadónak az az érdeke, hogy ne keletkezzen semmilyen nyom arról, hogy ő mit csinált, és ennek az egyik kiváló megvalósítása az, hogyha túlterheli a rendszert, tehát nem csak saját magunk, de külső szereplők is túl tudják terhelni a helyi infrastruktúrát, illetve a hálózatot is. Újra ki kell hangsúlyoznom tehát, hogy amikor logolásról beszélünk, az valamilyen sávszélesség követelményt is jelent, tehát végig kell nézni és föl kell mérni azt, hogy milyen adattovábbítási lehetőségeink vannak, nehogy véletlenül a logolás vigye el a sávszélesség túlnyomó többségét, és újra a produktív tevékenységekre ne maradjon megfelelő erőforrás. A logoknak az előállítását tipikusan valamilyen tesztrendszerben szoktuk elkezdeni, ami feltételezi, hogy van egy tesztrendszer, és nem pedig csak és kizárólag a produktív éles rendszer áll rendelkezésünkre. Hogyha a tesztrendszerben jól működnek a dolgok, akkor bízunk benne, hogy az éles rendszerben sem lesz majd különösebb kiesés és különösebb probléma a logolás beállításával. Honnan fogjuk tudni azt, hogy milyen logokat kell előállítanunk? Erre a gyártói ajánlásokat tudom ajánlani. A gyártói ajánlásokkal egy későbbi előadásban még foglalkozni fogunk, így ebben részletesen nem mennék bele, viszont azért a tapasztalat az az, hogy jellemzően még a rendszer üzemeltetője, az, aki mélyen ismeri magát a rendszert, sem feltétlenül van tisztában azzal, hogy a biztonsági szakterületnek milyen loginformációkra van szükségük. Ennek megfelelően, hogyha a biztonsági szakterület produkálni tudja azt az ajánlást, ami az adott rendszerre vonatkozik, akkor a rendszeradminisztrátorral közösen képesek meghatározni azt az ideális beállítást, mely hozzá tud járulni az információbiztonság magas szintű műveléséhez.
A log tárolás és a log megsemmisítés az életciklusnak a leghosszabb ideig tartó időszaka. Ugye a logokat kezelnünk kell, a logokat fel kell dolgoznunk, a logokat tárolnunk kell, majd amikor eljön az a pillanat, amikor már nincsen többé szükség a logokra, akkor ezeket meg kell semmisítenünk. Azt, hogy ez milyen körülmények között és mennyi ideig történik meg, ezt tipikusan szintén a belső szabályozások döntik el. Van valamilyen olyan alapbeállítás, olyan alapértelmezett tárolási megoldás, mely különböző biztonsági szintekre vonatkozóan határozza meg a biztonsági adat kezelésének követelményeit. Gyakorlatilag ezekhez az általános szabályokhoz kell hozzáigazítanunk az egyes konkrét rendszereket és az egyes konkrét naplóbejegyzéseket. A fő forrása ezeknek jellemzően valamilyen jogszabály szokott lenni, hiszen a GDPR egy felső limitet szab, míg bizonyos egyéb jogszabályok, például az információbiztonsággal foglalkozó jogszabályok pedig egy alsó követelményt szabnak. Van az, hogy igazából hamar meg kell semmisítenünk egy logot, azért, mert az adatkezelés szabály alapján azt hosszú ideig nem tárolhatjuk. Akad úgy, hogy egy logot nagyon sokáig meg kell tartanunk, mert egy ezzel ellentmondó jogszabály meghatározza azt, hogy adott esetben évekig rendelkezésre kell állni annak az adott lognak. Éppen ezért egy különösen érdekes és izgalmas művelet annak meghatározása, hogy egy log meddig álljon rendelkezésre. A tapasztalat azért azt mutatja, hogy az a log, amihez egy évben túl nem nyúltak hozzá, az viszonylag ritkán válik szükségessé. Az incidensek, melyek kivizsgálásához szükséges lehet egy-egy naplóállomány, jellemzően azért egy éven belül ki szoktak derülni, és természetesen, hogyha az egy éven belül kiderülő incidenseket kezdjük el nyomozni, akkor ezeket a naplóállományokat már hosszabb ideig meg kellhet őrizni, de hogyha egy éven belül nem derül ki semmi, akkor utána valószínűleg nem is nagyon lesz már szükség azokra az információkra. A logtárolás több különböző szinten valósulhat meg. Nyilvánvalóan könnyen lehet, hogy nincsen szükség tárolásra. Rengeteg olyan log van, melyek keletkeznek, de értékességük megkérdőjelezhető. Magyarul nem is feltétlenül kell létrehozni ezeket. Ebben az esetben a logokat nem feltétlenül kell tárolni, vagy legalábbis a központi tárolási megoldásokat nem kell ezekkel terhelni. Itt gondolunk azokra a logokra, melyek lehet, hogy csak másodpercekig, percekig, vagy a következő logrotációig állnak rendelkezésre. Ezekre különösebben nincsen szükség, hogyha továbbítjuk is őket a központi rendszer felé, tehát mondjuk egy syslog jellegű adattovábbításon kimennek, ezek az első adattovábbítási megoldáson elvérezhetnek, kiszűrésre kerülhetnek, nem fognak hozzátenni az érdemi incidens menedzsmenthez. A rendszer szintű tárolás jelenti azokat a tárolási megoldásokat, amik lokálisan, helyileg a logforráson keletkeznek. Ezeknek van valamilyen információ értéke, érdemes ezeket megtartani valamennyi ideig, nem feltétlenül évekig, de adott esetben néhány napig, egy-két hétig, hiszen hogyha valamilyen probléma keletkezik a rendszeren belül, akkor ezekkel már tudunk valamit kezdeni. Hogyha olyan értéke lehet ezeknek a logoknak, melyek még ugyan nem ütik meg a központi logtárolásba való továbbításnak a szükségességét, de mégis valamilyen mértékben a biztonságilag releváns információkat tartalmazhatnak, amik a mélyfúráshoz, a drill downhoz szükségesek, akkor természetesen hosszabb lokális tárolás is elképzelhető, de azért ez nem feltétlenül a jó megoldás. Itt érdemes figyelembe venni azt, hogy mennyi idő alatt tudjuk átlagosan felfedezni az incidensünket. Hogyha az incidens detektálása tipikusan hamar megtörténik, adott esetben napokon vagy néhány héten belül, akkor a rendszer szintű tárolás segíthet abban, hogy ezeket az incidens menedzsment eljárásokat a rendszerben tárolt logok mély elemzésével is meg tudjuk tenni. A következő szint a rendszer és infrastruktúra szintű tárolás. Azoknál a logoknál, melyekről tudjuk, hogy továbbítjuk, tudjuk, hogy van biztonságilag releváns haszna, de nem tudjuk a teljes és mély loginformációt elkülöníteni,
küldeni a központi logforrásnak, például azért, mert a különböző transformációkon, normalizálásokon keresztül az információ értéke csökken. Ezeket két helyen tároljuk. Egyrészt a normalizált információt az infrastruktúrában, a központi logelemzőben, míg a nem normalizált raw logokat, eredeti logokat pedig a rendszeren tudjuk tárolni. Ezek azért fontosak, mert hogyha tudjuk, hogy az adott információra adott esetben szükség lehet, akkor a raw logokból, az eredeti nyers adatokból sokkal mélyebb információkhoz juthatunk hozzá, mint hogyha pusztán és csak a normalizált logokból próbálnánk következtetéseket levonni. Illetve, ugye van az a helyzet, amikor csak és kizárólag az infrastruktúra szinten tárolunk, ez akkor célszerű felhasználni, hogyha az eredeti forráson nincsen lehetőségünk a nyers adatoknak a tárolására, például mert kicsi a tárhelye, például egy fizikai beléptetőrendszerben, ahol nem feltétlenül áll rendelkezésre nagy mennyiségű adattárolás. Ebben az esetben a nyers adatokat valahol az infrastruktúrában szükséges tárolni, a források ezt nem fogják tudni megoldani, de mégis lehetőségünk lesz arra, hogy a mély forrásokat, a mély elemzéseket meg tudjuk tenni. Vannak olyan logmenedzsment megoldások, melyek támogatják ezt a megoldást. Nyilván ez semmi más nem jelent, mint azt, hogy a nyers forrásokat a rendszerről, a forrásrendszerről egyel arrébb tettük, és így szabadítottuk fel a rendelkezésre álló kicsi tárhelyet. A napoló adatoknak az életciklusa úgy ér véget, hogy töröljük ezeket, a logok törlésénél pedig figyelembe kell venni azokat a törlési elveket, melyeket az információbiztonsági ajánlások megfogalmaznak. Nem megoldás tehát az, hogy az adattárolókat csak fogjuk és kirakjuk a telephely hátsó ajtajához, bízva abban, hogy majd senki nem találja meg. Ne felejtsük el, hogy minden adat, amit nem szakszerűen és nem megfelelően törölnek, aránylag könnyen visszaállíthatóak. Gondoljunk csak arra, hogy hány olyan védett eszköz vásárolható meg az Amazonon, melyekből elfelejtették törölni, vagy egyszerűen csak egy egyszerű delete parancsal törölték ki az információkat, amivel kapcsolatban hát azt tudom mondani, hogy a megfelelő szoftverekkel és akár kicsi szakértelemmel könnyen vissza lehet állítani, sokszor még a védett személyes adatokat is, és a védett céges adatokat is, ennek megfelelően a logokat se felejtsük el normálisan és a szabványokban megfogalmazottak szerint törölni. A törlés viszont több különböző szempontot jelentett. Hogyan törlünk? Hát törölhetünk úgy, hogy a forrás rendszeren úgynevezett rotálást hajtunk végre, azaz egy bizonyos meghatározott paraméterekkel rendelkező loghalmaz, például melyek túléltek egy bizonyos időt, elkezdjük letörölni, és így a helyet szabadítunk föl, aztán a következő logok majd fölírják azt a tárhelyet, és idővel majd visszaállíthatatlanná válik az ott felhalmozott logoknak a köre. Lehet úgy is törölni, hogy archiválunk, tehát hogyha elérkezik egy olyan időpont, amikor már nem feltétlenül van szükségünk ezekre a logokra az éles rendszerben, akkor kimenthetjük, majd utána ugye a mentés és az archiválás más jelent, majd utána archiválhatjuk is ezeket, azaz valamilyen külső adattárolóra írhatjuk ezeket a logokat. Ennek nyilván értelme akkor van, hogyha valamilyen jogszabályi követelmény a hosszú távú megőrzést írja elő számunkra. Az egy éven túli logokat egészen jól lehet archiválni, az egy éven belüli, de nem használt logokat pedig menteni. A kettő között az a különbség, hogy a mentésből hamarabb, adott esetben órákon belül vissza tudjuk szerezni a logokat, míg az archiválás esetében ez napokat is jelenthet, mire megtaláljuk a megfelelő loginformációt. Ennek a logtörlésnek a fontossága nyilván azért van, mert bár jelen pillanatban nagyon olcsón lehet tárhelyeket szerezni, ettől függetlenül nem áll rendelkezésünkre a világ összes tárhelye, a napló pedig bármennyire kicsinek is tűnik elsőre, azért elég nagy helyet, nagy tárhelyet tud elvinni. Éppen ezért a tárhely felszabadításának az egyik jó megoldása a törlés, illetve az archiválás. Ne feledkezzünk el viszont arról sem, hogy ha archiváltunk, akkor az archívumunkat is egyébként törölni fogjuk, a törlés pedig nem más, mint a vagy a szakszerű, sokszor egymás után történő törlés az erre bevizsgált szoftverekkel, vagy pedig fizikai megsebbisítés, hiszen ne felejtsük el, hogy mind a éles, mind a mentett, mind pedig az archív megoldásokban azért a logokban lehetnek olyan kényes adatok, melyekhez, hogyha illetéktelen személy hozzáfér, akkor az adatszivárgáshoz vezethet. Amennyiben a logtörlést kell megvalósítani, akkor több különböző megoldás áll rendelkezésünkre,
Hát az első a naplózásnak a leállítása, mely nem javasolt megoldás, de időnként azért előfordul ez a helyzet is, hogyha valamilyen módon betelik a loktár, és hirtelen kell valamilyen döntést hozni arról, hogy mi történjen, akkor hát jellemzően az első nagyon egyszerű megoldás lehet, különösen, hogyha a tárhely betelése a logoláshoz kapcsolódik, az, hogy egyszerűen leállítjuk magát a teljes naplózást, innentől kezdve a biztonságnak, hát biztonságra keresztet is vethetünk, hiszen nem fogjuk tudni, hogy mi történik a rendszerben. Ettől függetlenül előfordulhat az a helyzet, hogy más megoldásunk nincsen, de ebben az esetben egy olyan biztonságos állapotba kell vissza degradálnunk a rendszereket, melyben az a kockázat, hogy ebben a nem logolt megoldásban történik valamilyen visszaélés, elfogadható méretűre csökkent, tehát például a hálózati kapcsolatokat leállítjuk, például aktív felhasználókat felfüggesztjük, tehát ebben az esetben előfordulhat az, hogy a naplózás leállítása egy jó megoldás, bár én nehezen tudok elképzelni olyan megoldást, amikor a naplózás leállítása egy jó megoldás lesz. A következő megoldás a legrégebbi állományoknak a felülírása, ugye ez maga a rotálás, ez kisebb prioritású rendszereknél lehet egy potenciális megoldás, például, hogyha a logokat egyébként továbbítjuk valamilyen központi napló megoldáshoz, akkor nyilván nem lesz különösebb probléma az, hogy egy kisebb prioritású logforrásnál a régebbi állományok felújításra kerülnek. A következő megoldás a logforrásoknak a leállítása lehet. Kritikus rendszereknél, amikor fennáll a veszélye annak, hogy a helyi logforrások telítődnek, vagy egyszerűen a hálózati adat továbbítás valamilyen módon degradálódik. Ebben az esetben előfordulhat az, hogy csökkenteni kell a létrejövő logoknak a számát. Ebben az esetben pedig az adott rendszeren, miután tudjuk, hogy több különböző logforrás működik, tehát több különböző alkalmazás működik az adott megoldáson, választhatunk, hogy mik azok a kisebb prioritásúak, melyeknél, hogyha a loggenerálást leállítjuk, akkor érdemben nem veszélyeztetjük a rendszer működését. Fail-safe, azaz biztonságosan álljunk le, és ebbe beletartozik az is, hogy a logforrások egymás után a kisebb prioritásútól kezdve kezdenek el leállni, és így kezdik megőrizni a tárhelyet a kritikus rendszereken. Következő kérdés, amit a szabályzatban le kell írni a logok biztonságával kapcsolatos. Ne felejtsük el, hogy a logokat tároljuk és a logokat továbbítjuk, tehát a hozzáférés ez több különböző szinten is kérdésessé válik. Hogyha helyileg beszélünk róla, akkor a rendszerben gondoljunk azokra a felhasználókra, akiknek lokális vagy éppen távoli hozzáférése van az adott operációs rendszerhez, az adott információs rendszerhez. És fönnáll a veszélye annak, hogy ők egy rossz jogosultsági beállítás miatt hozzáférhetnek a naplókhoz, így vagy adatszivárgás hajtódhat végre, vagy rosszabb esetben, adott esetben törölhetnek is ebből a logból. Ez nem egy ideális megoldás. A logok továbbítása folyamán pedig gondoljunk arra, hogy a hálózat más számára is hozzáférhető. Tehát, hogyha például egy olyan hálózati architektúra van, melynél a hálózati folyamhoz, hálózati streamhez hozzáférhetnek olyanok is, akik nem jogosultak a logok megismerésénehez, akkor ők is hozzáférhetnek érzékeny adatokhoz, az adatszivárgás veszélye itt is fönt áll. Ezt kell tehát végig gondolni, és úgy kell a szabályokat, a logokhoz való hozzáférési szabályokat létrehozni, hogy mindenképpen egyértelmű legyen, kinek mihez van jogosultsága, ki mit olvashat, ki mit módosíthat, törölhet a logok tekintetében. Itt különös tekintettel kell lenni azokra az érzékeny adatokra, szenzitív adatokra, melyek például a GDPR-ban szabályozottak, tehát az első adatvédelmi szabályzatnak is foglalkoznia kell a naplózás tényével, és hogyha megnézzük a nyilvánosan hozzáférhető adatvédelmi szabályzásokat például egy weboldalon, ott jellemzően foglalkoznak is az adatnaplózás kérdésével.
Foglalkozzunk tehát az archivált logállományok védelmével is, ebben az esetben is tárolt adatok védelméről van szó, valahol egy külső tárolóegységen elhelyezett adatokról, ki férhet hozzá, hogyan férhet hozzá. Én azt gondolom, hogy az archiválás esetében a log csak egy az archivált adatok körében, és az archiválási szabályzatban általánosságban foglalkozni kell az archívumok védelmének kérdéskörével, gondolva itt mind a logikai, mind pedig a fizikai védelemre, gondolva itt adott esetben a titkosításra, mint egy bizalmassági kérdésre, gondolva itt a sértetlenség biztosítására, például a digitális aláírással. És hát a fizikai védelem nem utolsó sorban, hiszen az archívum jellemzően az a hely, ahol kevéssé látjuk napi szinten, hogy ki az, aki hozzáfér az ott tárolt adattárolási megoldásokhoz. A napló bejegyzések létrehozását is biztonságos módon tudjuk megvalósítani. A legtöbb log generálási, log létrehozási megoldás képes arra, hogy a logokat valamilyen logikailag csatol, sértetlen módon hozza létre, illetve a központi logmenedzsment megoldásokban is lehetőség van arra, hogy a logok sértetlenségét biztosíthassuk. Így még hogyha a hozzáférési jogosultságokkal valami probléma van, például egy rosszindulatú visszaélés miatt, akkor is lehet látni, hogy mikor, illetve milyen módon piszkáltak bele a tárolt logokba. Az adatátvitel folyamán pedig lehetőség van arra, hogy biztonságos csatornákat, valamilyen SSL feletti megoldásokat állítsunk be. Itt egy VPN-es megoldástól kezdve egy kutya közönséges, biztonságos adattovábbításon keresztül számos megoldás van, figyelembe véve azt, hogy a titkosítás, tehát a biztonságos adatcsatorna létrehozása valamilyen overheadet, valamilyen plusz erőforrást igényel, gondolva itt erőforrásokba, generálási erőforrásokra, illetve ugye sávszélességre is, ennek megfelelően érdemes mindezt végig gondolni, de a mai tipikus infrastruktúrákban azért nem szabadna, hogy különösebb problémát okozzon egy titkosított adatcsatornán keresztüli log továbbítás. A következő szabályozási elem a naplózási szabályzatban az incidens menedzsment. Erről egy másik előadásban részletesen beszéltünk, így nem is mennék bele különösebben. A fő cél természetesen, hogy a naplókból kiderüljenek az incidensek, illetve vissza tudjuk követni az incidenseknek az okozatait, illetve felelősségeit. Ennek megfelelően ez a két szabályzat, az incidens menedzsmenttel foglalkozó szabályzat és a log menedzsment szabályzat, ez egymástól elválaszthatatlan szabályzatok halmazát jelenti, tehát gyakorlatilag együttesen kell ezeket létrehozni egymásra épülve. A hosszú távú megőrzést, mint már említettem, jellemzően valamilyen jogszabály fogja majd meghatározni, és jellemzően ezeket a jogszabályokat az információbiztonsági felelősnek kell részleteiben ismerni, hiszen vagy az ő munkáját szabályozó jogszabályokból, vagy pedig azokból az üzletmenet folytonossági kérdésekből, az üzleti folyamatokkal történő interjúkból kell, hogy kiderüljön, melyeket az egyes üzleti folyamat felelősökkel folytat le. Így a hosszú távú megőrzés jól definiált kell, hogy legyen, nem szabad meglepetésként érni senkit sem annak, hogy akár évekig is tárolni kell bizonyos loginformációkat. Az én személyes tapasztalatom az, hogy mint említettem, az egy éven belüli adattárolás a legjellemzőbb. A rendőrségi megkereséseknél, amelyekkel én találkoztam a saját praxisomon belül, néhány hónapra visszamenően szoktak adatokat kérni. Amikor egy éven túli megkeresésre kerül sor, akkor az üzemeltető általában széttárja a kezét, és azt mondja, hogy nincsen olyan követelmény, ami megkövetelné a hosszabb tárolást, és ennek megfelelően az adatszolgáltatás nem áll rendelkezésre, nyilván kivéve ott, ahol definit módon le van írva egy hosszabb adattárolási követelmény. A jó gyakorlatként láttam azt külföldi rendőrségeknél, hogy ha az várható, hogy az adat bekérésre a jog szerint éven túl kerül majd sor, akkor legalább egy informális figyelmeztetést küldenek ki az üzemeltetőnek, és ebben jelzik, hogy mondjuk a jogsegély kereteken belül elindították azt a folyamatot, melyen keresztül bizonyos log típusokat a
magyar rendőrség majd egyszer ki fog kérni, és tisztelettel arra kérik az üzemeltetőt, hogy azt a bizonyos lokhalmazt, amire nekik majd szükségük lesz, ezeket legyen szíves, legyen legalább megtartani addig az időpontig, amíg a hivatalos adatkikérés megtörténik. Ennek megfelelően, hogyha olyan tevékenységet látunk, mely gyaníthatóan a későbbiekben rendőrségi eljárás alá fog keveredni, ezt a lokhalmazt tartsuk meg, várhatóan érkezni fog majd egy megkeresés, ami miatt ezt ki kell adni, akár éven túl is, de nem feltétlenül gondolom, hogy a logok túlnyomó többsége ebbe a körbe fog majd tartozni. Ebben a témában azt kell eldöntenünk, hogy hogyan fog megtörténni a hosszú távú megőrzés, mik lesznek azok az archiválási formátumok, melyeken keresztül az adott tárolás megtörténik. Ne felejtsük itt el, hogy a tárolt adatok formátuma, hogyha mondjuk 5-10 évre kell megőriznünk ezeket az adatokat, lehet, hogy 5-10 év múlva nem lesz megvalósítható, mert mondjuk egy olyan tárolási formátumot választottunk ki, melyeknek a későbbi visszamenőleges kompatibilitását a gyártó nem valósította meg. Gondolok itt arra, hogyha például a log management megoldásunkban egy olyan alapvető változásában más terméket választunk, a gyártó átel egy teljesen másik formátumra, akkor könnyen elképzelhető, hogy a régebb óta tárolt archívumokat nem fogjuk tudni beolvasni. Éppen ezért, amikor archiválunk, akkor ne csak a tárolt adatok archívumának a visszaolvasására gondoljunk, hanem ugye a visszaolvasás eszközére is gondoljunk. Gondoljunk arra, és vegyük figyelembe azt, hogy hogyan fogjuk tudni az adatokat megjeleníteni valamilyen eszközön. El kell dönteni, hogy milyen médián történik a tárolás, hiszen minden egyes adattárolási médiumnak megvan az archiválásra, megvan az az időintervallum, ameddig gond nélkül vállalják az adatok visszaolvashatóságát is, függően tehát attól, hogy milyen adatmegőrzési idő követelményünk van, lehet, hogy mondjuk egy DVD-n történő megőrzés 5-10 év távlatában nem feltétlenül lesz a legjobb megoldás. Természetesen vannak olyan gyártók, akik garanciát vállalnak erre. Logok integritásának a folyamatos ellenőrzését, például, hogyha digitális aláírással történik a logoknak a hosszú távú megőrzés, akkor ne felejtsük el, hogy az archív elektronikus aláírás az szabványban egyébként nagyon jól le van írva, de szükségeltetik azt, hogy az elektronikus aláírások archiválása miatt rendszeresen hozzányúljunk a digitális aláíráshoz, és folyamatosan frissítsük, és ezzel garantáljuk a hosszú távú archív megoldásokat. Ennek megfelelően is automatizmusokat lehet és kell bevezetni. A tárolómédia biztonságos tárolása, ez egy fizikai biztonsági követelmény, attól még, hogy mondjuk egy adat archiválási megoldásra hosszú távú archiválást vállal a gyártó, hogyha nem megfelelő fizikai körülmények között tartjuk ezt az archívumot, akkor természetesen nem lesz megvalósítható ennek a visszaállíthatósága. Tesztelés és validálás. A naplózási szabályzatnak egy fontos része, csak úgy, mint minden információbiztonsági irányítási rendszerben szereplő elemnek, a PDCA Plan Do Check Act körben megvalósított folyamatoknak pedig nyilván eszenciális követelménye a check, azaz az ellenőrzés és a validálás. Nincs ez más, hogy a naplózásnál sem. Hiszen a környezetünk változik, hiszen a fenyegetések változnak, hiszen a rendszerek változnak, hiszen a személyek változnak. Tehát az, ami ma a naplózási szabályzatban egy megfelelő eljárásnak tűnik, az nem biztos, hogy a holnapi nap is megfelelő eljárás lesz. Illetve folyamatosan jönnek majd olyan visszajelzések, amik javítási megoldásokat javasolnak a naplózásra, hogy más nem mondjuk az incidens menedzsment folyamatból rengeteg olyan tapasztalat fog leszűrődni, melyek megkövetelik azt, hogy a naplózási szabályzat is frissüljön, változtasson, illetve az üzemeltetésben is olyan változások lehetnek, melyek megkövetelik a naplózási követelmények finom hangolását. Finom hangoljuk tehát ezeket, ellenőrizzük ezeket, az auditoknak, a biztonsági auditoknak legyenek ezek első, második vagy harmadik feles auditoknak, emellett úgyis feladata az, hogy a naplózási szabályzat érvényességét és működőképességét ellenőrizzék, ennek megfelelően figyeljünk ezekre a követelményekre. Az auditokban egyébként kettőfajta audit van, ugye a passzív audit, amikor gyakorlatilag az auditor áttekinti azokat a
követelményeket, azokat a rendszereket, melyen keresztül a naplózás megtörténik, és ezekből tesz megállapításokat, illetve vannak az aktív auditálások, melyek például egy behatolási tesztelésnél, egy penetration testingnél következhetnek be, amikor nem feltétlenül az a célja a tesztelésnek, hogy a naplózást ellenőrizze, hanem nyilván ugye összességében ellenőrzi a rendszer biztonsági szintjét. Ettől függetlenül mintegy mellékhatásként a naplózás is tesztelésre kerül, tehát hogyha mondjuk egy penetration testingnél nem jönnek a logok, nem úgy jönnek a logok, és az incidens menedzsment nyilván nem tud érdemben reagálni ezekre a behatolási tesztelésekre, akkor ott valami probléma van, érdemes végignézni, hogy a naplózási rendszer hol nem tökéletes, hol lehetne javítani még rajta. Jellemzően a passzív mintavételezéssel szoktunk találkozni, hiszen ez minden egyes megfelelőségi auditnak része. Az aktív mintavételezés pedig a penetration teszteknek, etikus hekkeléseknek kell, hogy a része legyen, ezek nyilván sokkal ritkábbak, de ne felejtsük el, hogy ezek hatnak a naplózásra is. Kik azok a szerepkörök, akik részt vesznek a napló menedzsmentben? Természetesen a rendszer üzemeltetői, a rendszer és hálózati adminisztrátorok, az ők elsődleges feladatuk, hogy azokat a követelményeket, melyeket a biztonsági szakterület meghatároz, beállítsák az általuk kezelt rendszerekben. Ne felejtsük el, a rendszer és hálózati adminisztrátorok nem IT biztonsági szakemberek, tehát az ő feladatuk nem az, hogy megmondják, és egyértelműen követelményeket határozzanak meg a naplózással, az ő feladatuk az az, hogy az IT biztonsággal közösen, együttesen megtalálják azt a legnagyobb közös halmazt, amiben a legideálisabb információbiztonsági információk keletkeznek. A biztonsági adminisztrátorok feladata az, hogy az IT biztonsági szakterület kezében levő rendszereket beállítsák, tehát például a központi log management üzemeltetése az ő feladatuk, hozzájuk érkezik be a napló, a log, ennek megfelelően az ő elsődleges feladatuk, hogy visszajelzéseket adjanak a rendszeradminoknak, illetve segítsék az incidens menedzsmentet is ezeknek a rendszereknek a megfelelő működtetésével. A következő szereplünk a biztonsági incidenseket kezelő csoportok, a CISRT-ök, a Computer Security Incident Response Team tagjai. Az ő feladatuk a naplóállományok a biztonsági adatok alapján az incidensek felderítése, kezelése, illetve együttműködni a biztonsági adminisztrátorokkal és a rendszer és hálózati adminisztrátorokkal, annak megértése, hogy valójában mi is történt a rendszerben. Az alkalmazásfejlesztők feladata, hogy a log létrejöhessen azokban az alkalmazásokban, melyeket a rendszer futtat. Itt ugye kétfajta alkalmazásról beszélhetünk, egyrészt a dobozos termékekről, ahol valamilyen naplózás már rendelkezésre áll, illetve az egyedi fejlesztésű termékekről, ahol már a rendszer tervezésének első fázisában, a tervezési lépéseknél meg kell pontosan mondani azt, hogy milyen típusú naplókra lesz majd szüksége az IT biztonsági területnek. Az információbiztonsági felelős az, aki az IBTV alapján is, és a józan ész alapján is felelősséget, elsődleges felelősséget vállal azért, hogy a teljes infrastruktúra képes legyen a naplózást megvalósítani, azaz ő határozza meg a magas szintű követelményeket. Az IT vezető felelős az IT erőforrásokért, tehát az ő feladata az, hogy az IT az információbiztonsági felelőssel közösen az IT rendszerek létre tudják hozni magukat a naplóállományokat, és ezek továbbításra is kerüljenek. Az auditorok felelőssége összességében ellenőrizni a napról a kezelés megfelelőségét. A beszerzési felelősök felelőssége pedig az, hogy amikor valamilyen IT termék beszerzésre kerül a sor, akkor sok más egyéb követelmény mellett a naplóállományok létrehozása is egy beszerzési követelmény legyen, összhangban egyébként az IBTV vonatkozó pontjaival. A biztonsági adminisztrátor felelősségi köre kicsit részletesebben, ha már IT biztonságról beszélünk, alapvetően az, hogy napi szinten együttműködjön az IT üzemeltetőkkel, és közösen tudják meghatározni azt, hogy egy-egy log biztonságilag releváns, és hogyha igen, akkor ez voltaképpen mit jelent. Az ő feladata az, hogy ha mondjuk valamilyen frissítés történik a logforráson, például történik egy olyan komolyabb patchelés egy Windows operációs rendszerben, amely hatással van az adott operációs rendszer logolási képességeikre, akkor erről értesítse az adott Windows üzemeltetőket, és közösen tekintsék át, hogy milyen hatással van ez a frissítés a biztonsági információk halmazára is.
Adott esetben ő is kezdeményezhet valamilyen beavatkozást az incidens menedzsment keretein belül. Nyilván ez abban az esetben releváns, hogyha nincsen külön incidens menedzsment csoport, már pedig általában nincsen külön incidens menedzsment csoport, tehát a biztonsági adminisztrátor fogja először észrevenni, hogy valami probléma történt, valamilyen potenciális incidens történt. Az ő feladata a logok archiválásáról való gondoskodás, együttműködve nyilván az archiválással, árválásért felelős szakterülettel és szakértőkkel. Ő fog operatív szinten együttműködni az auditorokkal, a nyomozóhatóságokkal, illetve mindenkivel, akiknek logokra lesz majd szüksége. Az ő feladata a log management infrastruktúra folyamatos ellenőrzése. Miután ugye itt is egy folyamatról beszélünk, ez be kell, hogy épüljen a napi, heti, havi ellenőrzési rutinjába. Ő fogja frissíteni, pecselni a log management infrastruktúrát, magyarul az üzemeltetési feladatok a biztonsági adminisztrátor felelősségi körébe tartoznak. Valamint a folyamatos biztonság biztosítása is hozzá tartozik, mindaz, ami az információbiztonsági szabályzatokban le van írva, ezt ebben az infrastruktúrelemben neki kell biztosítani. Abban pedig, hogy mi az információbiztonsági felelős felelősségi köre, nyilván nem árulok el nagy meglepetést. Jellemzően a naplózással kapcsolatos követelmények meghatározása tartozik ebbe a körbe. Az ő feladata a szabályzatoknak az elkészítése vagy elkészítetése, az oktatás megtartása és ennek az egész logolási történetnek a fontosságának a meggyőzése minden rendszeradminisztrátor feladat körében. Az ő feladata a biztonsági adminisztrátor kijelölése és az ő feladatkörének a meghatározása. Meg kell hallgatni a visszajelzéseket, ezt be kell építeni az információbiztonsági irányítási rendszerébe. Az ő feladata magas szinten meghatározni a rendszer specifikus ajánlásokat és követelményeket, illetve a naplózó infrastruktúra felépítésével kapcsolatban is neki kell iránymutatást megtenni. Végül, de nem utolsó sorban, az egész dokumentációs halmaz hozzáférhetővé tétele, illetve ezeknek a végrehajtásának az ellenőrzése is az ő követelménye, az ő hatáskörébe tartozik. Komplex tehát a feladat, mint minden, ami az információbiztonságban megjelenik, de nem teljesíthetetlen. Ne felejtsük el, hogy a logok, a biztonsági adatok jelentik a számon kérhetőség, illetve az incidens menedzsment alapját. Tehát ez is egy olyan rendszer, melynek megfelelő üzemeltetéséről folyamatosan gondoskodni kell. Ne felejtsük el tehát ennek a fontosságát. Köszönöm szépen a figyelmüket!